Harpátán vacsora! Jaj, nem tudom, ismeri-e a magasztos játékszabály? Mindenkinek hoznia kell balfácán. Hogyan esett a választása balfácánt vacsorára című bohózatra? A tavalyi évadban, amikor összeraktuk, hogy milyen úgynevezett fiókok legyenek az évadban, akkor azt találtuk ki az igazgató úrral, hogy a bohózatok karácsony előttre essenek. Elég ritkán szokott ilyen lenni, de most a nagy színpadon és a kamerában is bohózatot mutatunk be egyszerre a karácsony előtti időszakban. A balfácánt vacsorára elsősorban Horváth László Attila miatt esett a választás. Egy régóta beszélgetünk erről itt a házban, hogy ezt, ha már úgy adódik, hogy bohózatot kell játszani, akkor az ünnep lenne, ha egyszerű ezt eljátszhatná. És mennyire volt ünnep a próba folyamat? Részint az volt, részint nem. Részint én örömmel dolgoztam, mert ezt egy nagyszerű szereposztásnak találom. Gyorsan kellett adaptálnom magam a körülményekhez, ugye ismert, hogy ezt Verebes István rendezte volna ezt az előadást, aki végül betegség miatt lemondta, úgyhogy pár héttel a kezdés előtt kellett beugranom rendezőként, ezért gyorsan kellett tanulnom nekem magamnak, és egyrészt rohamtempóban kellett fölkészülni, másrészt közben is gyorsan adaptálni a fejemben lévő elképzelést az éppen zajló munkához. Ugyanakkor, mivel annyira nagyszerű színészekkel volt szerencsém dolgozhatni, ezért én jól éreztem magam benne. Az Istenbe marad ilyen sokáig! Fél nyolcra jutta! Jézusom! Ezt nem akarsz elmenni arra szánalmas vacsorádra? Ha elkezdjük újra, jó? Ezek a vacsorák igazán borotságosak is, hogyha te szánalmasnak tartod őket, az a te baj. Ennél sokkal súlyosabb a helyzet, Pierre. Ez a vacsora! A te vacsorád! Ez az a szelvénye a személyiségednek, amitől undorodom. Tessék megérkezni! Megint kezdjük az egészet előről! Mit vétettem én, hogy egyszerre sújt a sors, extra sussal meg lélekbúvár feleséggel? Mi a titka ennek a bohózatnak ön szerint? Nagyon sok színház játsza, mindig siker, film is van belőle. Mi a titka ennek? Valószínűleg egymást is erősítik ezek az előadások, tehát ahogy sok színházban játszották, egyre szélesebb körben a közönség számára világos lesz, hogy ez egy jó darab. Ugyanakkor az is fontos, hogy nagyon egyszerű szövevényű színdarabról van szó, tehát egy pillanat alatt átlátja az ember, hogy ki merre tart, vagy mit akar, és onnantól nincs más hátra, mint hogy jól mulasson. Ami miatt én személyesen nagyon szeretem az az, hogy nagyon sok szeretettel kezeli a figuráit, a legbalfékebbet is, és a legrosszindulatúbbat is tulajdonképpen szeretettel formálja meg ez a szerző, és ezért mód nyílik arra, hogy a néző a legnagyobbtól a legkisebb szerepig mindenkivel azonosulni tudjon, és így aztán felismerve benne valamit, ami ő benne magában is benn van, tudjon nevetni. Itt az igazi csoda. 346.422 gyufaszár, azt a mindenit te, ugye? Nevetni nagyon könnyű, ugye a vígjátékon, és játszani, illetve rendezni, mennyire könnyű vígjátékot? Azt szokták mondani, hogy nagyon nehéz vígjátékot jól játszani igazán. Nagy közhely, hogy a könnyebb műfajt nehezebb csinálni, és ez tényleg attól, hogy közhely még tényleg így van. Elsősorban azért, mert ennek az összes színházi műfajok közül ennek van a legtöbb köze a zeneiséghez, vagy a zenéhez, és mint ilyen minden a kézügyességem múlik. Mint hogyha a zongoristának kéne beskáláznia, olyan magabiztosan kell tudni beszélni, poentírozni, új fordulatot előkészíteni a szereplőknek. Úgyhogy jó kinkeserves csinálni, és a vígjátékok között is kimagaslan nehéznek számít a bohózat, ami aztán a ritmuson és a közlés tempóján kívül nem is nagyon szól másról. Úgyhogy vannak színészek, akik a komolyabb színdarabokban elmélyülve magukban mélyre ásva több élvezetüket lelik a színészetben, mint a könnyű műfajban, ez érdekes. Én nagyon ritkán rendezek bohózatot, hogy nekem minden kirándulás, ez is. Vigyázzon, ide, csak lassan, igazán kellemes volt. Talán túl sokat meséltem a feleségemről, és ez elszomorította, de tudok én vicces is lenni? Hát ebben egészen biztos. Egyszer még Isabel is elnevette magát, egy versenben elmondom. Isabel, meg én, mi ketten, nem veszünk össze egy magetton? Szépen! És nem megy az értelem rómására! A magettet itt adja! Elkezdjél el! Ne lépjél rá! Ne mozduljon!
csak eltört valamiért. Most mit csinál? Mondok egy csontkovácsot. Ne hagyja! Ez haver csontkovács. Nem nincs szükség rá, mondtam már! De ez Morész! Kurbevó a legjobb csontkovácsa! Nem kell kurbevó a legjobb csontkovácsa! Haza lehet menni! Akkor legalább engedje, hogy az ágyába kísérje. Isten őriz! Nagyon szépen köszönöm a gondoskodását, jó éjszakát! Meg nem mozdulj, jó? Hagyja, hagyja csak! Van üzenet rögzítő! Jelenleg nem tartózkodunk itthon, de a sípszó elhangzása után hagyhat üzenetet. Köszönöm. Hű, de gyenge! Én vagyok a Szmér. Vagy jó, hogy nem ilyen vagyok. Köszi. Csak azért hívlak, hogy elmondjam, hogy nem megyek haza. És soha többet nem.